33,8 km autópálya szakasztattak át Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében Nyíregyháza és Őr között. A hivatalos átadás után már használatba is vehették az autósok a strádát. Nógrád megyéből jöttem Bátony-Terenyéről, családi látogatásra megyek Nyíradonyba, úgyhogy nagyon örülök, hogy gyorsabban el tudom érni ezt a térséget. Az autópálya szakasz az új Széchenyi terv keretében 85%-os Európai Uniós és 15%-os hazai forrásból, nettó 31,9 milliárd forintból épült meg. A kétszer két forgalmisával és leállósával rendelkező autópálya Őrközségnél csatlakozik a 49-es számú főúthoz, amely a Csengersima-Petek közötti magyar-román határállomást kapcsolja a strádához. Remélhetőleg új befektetőket jelent a térségnek, új munkahelyeket az itt lakóknak, és amit én még kiemelnék, hogy a környékbeli településeknek a tehermentesítését jelenti az átmenő forgalomtól, tehát a közlekedés biztonság is nőni fog. Az új szakaszt egyelőre ideiglenesen helyezték forgalomba, mert az ófehértói autópályamérnökségi telep csak májusban készül el. A szükséges engedélyeket azonban már kiadták a hatóságok. Itt tartom a kezembe azt a határozatot, amely engedélyezi az autópálya használatba vételét, ideiglenes forgalomba helyezést, és emellett a keresztező utak, párhuzamos utak vonatkozásában pedig a megyei kormányhivatal közlekedési felügyelősége adott ki 13 határozatot, tehát hogyha a közigazgatás oldaláról nézem, akkor minden rendben van. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében jelentős tehergépjármű forgalom zajlik az ukrán és román határok irányába. Az autópálya újabb beruházásokat is generálhat a hátrányos helyzetű térségben. Maga a tény, hogy az autópálya elérte a szatmári részt, ennek óriási jelentősége van. Tehát azokat a tárgyalásokat, amelyeket eddig azért kellett abba hagynunk, mert azt mondták, hogy majd akkor szóljunk, ha az autópálya jelen van, most tudjuk folytatni. Az új szakasszal együtt az M3-as autópálya már 266 km hosszú.